Sziasztok, Ilek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és készüljetek fel, ugyanis a legeslegkomolyabb ingatlan ügynök meg is érkezett, mivel Mr. Robert itt van a házban. Hogyha örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Mindent el fogunk adni konkrétan, amit csak lehet. Nem fogunk azzal foglalkozni, hogy mondjuk be van ázva a fal, szépen odarakunk egy festményt, tudjátok, és akkor meg is van oldva, hogy mit csináltok. Van magyar fordítás a játékban. Itt leírja nekünk, hogy bőven lehetnek bugok ám a gameben. Napi ciklusok vannak, illetve nehézségi fokok. Hát legyen normál, nehogy már könnyűben legyünk, hoppá hoppá. Velük lehetek akkor. Van nekünk István, Gábor, Zoltán, Sándor, Ferenc, Tibor, György. Leszek én akkor mondjuk Istvánnal. Sőt, át is írom a nevemet, és bizony Robert meg is érkezik, és még feleséget is tudunk választani, hát ez az én játékom. Na ki legyen a mi feleségünk? Legyen mondjuk Luca. Luca, Luca. De mi itt a lényeg, hogy kajakra mindent eladjunk? Hát de még párkapcsolati pontok is vannak, amelyet úgy tudunk szerezni, hogyha filmeket nézzünk a partnerünkkel. Olyan lesz akkor ez, mint a Sims vagy Mizu. Ja nem, hogy itt tudunk menni? Hát tisztára GTA! Na de itt is van a tutoriálunk. Nyissuk ki a bőröndöt, amely tele van pénzzel. Na, fel is kapjuk a 42.000 dolcsit. És akkor a tabunk segítségével meg tudjuk nézni a leltárunkat. Hát tele vagyunk itt gyors kajával. De mit kell csinálni? Most akkor veszünk valami ingatlant, majd pedig eladjuk sokkal drágábban. És milyen komoly térképünk van? Az Y-unk segítségével pedig láthatjuk a különböző képzettségeinket, és ezeket akkor fel tudjuk oldani. Hát jó komplex ez a játék, mit ne mondjak. Na de most nekünk ki kell mennünk a megállóhoz, és el kell utaznunk valamerre. Ugyanis nagyon is ingatlanokat fogunk vásárolni. De kajakra busszal megyünk még. Hát ne csináljátok már. Elmehetünk ám a kaszinóba is. Csak nehogy feltegyük az összes pénzünket a pirosra. Ugyanis akkor majd még több ingatlant fogunk tudni venni. Hogyha bejön, hogyha nem, akkor ennyi volt az ingatlanos karrier, tudjátok. Lovagboltja. Na de menjünk mondjuk ide, és bízzunk abban, hogy itt fogunk valami jó vételt kötni. És most nézem, hogy van még nekünk éhség százalékunk is, illetve a párkapcsolatunknak is van egy százaléka. Na de a kunk segítségével tudunk különböző dolgokat intézni. Aha, tudunk házakat keresni, szuper. Hát nagyon is kéne. Szevasz! Szia! Na, beszélgessünk csak vele. Ő itt Márk. Mit nézel? Csak köszönni akartam. Vagy pedig mi újság a városban? Nem érdekelnek ezek a dolgok. Értem én veled, nem lehet szórakozni. Hát jó bunkó a Márk. Beszéljünk akkor vele. Ajjaj, mit fog szólni az asszony? De minket ez egyáltalán nem érdekel. No! Ez a ház eladó, méghozzá 16.259 dollárért. Ha meg akarod vásárolni a házam bérleti jogát, ó, hogy ez csupán bérleti jog? Ez drágább, mint gondoltam. Na, alkudozzunk! 12.000 dollár, hát figyeljetek! Jó. Mi? Vettünk egy ilyet? Hát nem akartam bérleti jogot venni. De hát legalább olcsó volt. És most akkor nekünk renoválni kell. Hogy mit csináltok? Az ott vér a falon? Milyen ingatlant vettünk mi? De nagyon aggaszt engem az, hogy bizony bérleti jogos házat vásároltunk. Csak nem lesz ebből probléma. És csak el fogjuk tudni adni, jó? Szépen bedaráljuk ezeket a bogarakat. Ú, de koszos itt minden. De fú! Jó. Ragyogni fog.
A ház átlagos bérleti értéke 1819 dollártól 2223 dollárig, szóval akkor a bérleti jogos ingatlant ki tudjuk itt adni? Hát Magyarországon azt nem tudod kiadni, de akkor mi egész jó vételt csináltunk, hát 12 000-ért vettük meg. Konkrétan egy éven belül meg fog térülni akkor a befektetésünk, utána pedig akkor már bizony csak profitot fog hozni. Nagyon remélem, hogy működni fog ez. De Kajakra, vér van a falon! Mégis mi történhetett itt? De akkor majd gondolom, hogy be is kell rendeznünk, ugyanis van ám ott nekünk ilyen 20 darab bútor. Szóval gondolom, hogy annyit kell majd ide rakni, jó. Most akkor már egyáltalán nem piszkos az ingatlanunk, és közben pedig a bérleti értékünk az növekedett. Na de hogyan tudok venni cuccokat? A tablettünk segítségével? Kriptopiac van itt, kérem szépen! Na ez a nem mindegy, otthon információk. Illetve van nekünk itt web is. Hát de sajnálatos módon én sehol sem láttam olyat, ahonnan tudok rendelni különböző cuccokat. Kedves tutoriál, miért nem írod le nekünk, hogy hogyan tudnám berendezni ezt az ingatlan? Figyúzzatok már, nem érdekel egy kiadó lakás? Szia Csajci! Maja, most látlak először, ingatlan ügynök vagyok errefelé, na? Így kell ám csajozni, bízzátok csak ide! Remélem, tetszik a városunk. Köszönöm, talán majd máskor. Vannak ám itt bajok a fordítással bőven. Na de nagyon be kéne rendeznünk ezt az ingatlant. De ötletem sincsen, hogy hogyan tudnánk bútorokat venni. Na de mi van a kriptopiacon? Pörög a bitcoin, hogy tessék 591 dolcs egy bitcoin? Hát tesó! Vegyük akkor meg! És most Kajakra gyorsan bedurrantottam 5 bitcoint, hát na, fel fog menni ám az bőven. Mivel sehol sem találtam meg, hogy mégis hol lehetne venni bútorokat, ezért szerintem adjuk majd ki bútorok nélkül. Na de ott is van már nekünk a küldink, hogy menjünk haza és aludjunk. 5 dollárért haza is buszozunk, és a végén, amikor már jól menő ingatlan ügynökök leszünk, lesz majd kocsink is, meg minden. Bérelj házat! Hirdesd meg a házakat a tabletten, naponta gyűjtsd be a bérleti díjakat, beszéljen a miniatűrbe érkező ügyfelekkel, akik bérbe adják a házakat. Oké! Szuper! Vegyük is elő akkor a tablettet, és akkor nézzük meg itt az otthon információnál az egyetlen ingatlanunkat, amelyen ott van, hogy nem bérel. Jó, töltsük is akkor fel a hirdetés, napi bérleti érték legyen mondjuk nem 50 dollár, legyen még több, mondjuk 90 dollár. De szerintem az túlságosan drága lesz, szóval legyen 60, mert nagyjából úgy fog kijönni az, amelyet szerettünk volna. Ja, hogy be is kellett volna fotózni! Hát így nem hinném, hogy ki fogjuk tudni adni, de mindegy is, jöjjünk is ki akkor az irodából. Ugyanis itt van az iroda mellett az otthonunk is. Nézzük is meg Lucát, ő volt az asszonyunk? Hát nagyon remélem, hogy jól emlékszem a nevére. És ha közösen vele filmezünk, akkor bizony javul a kapcsolatunk. Hello! Mit keresel itt? És megkérdezzük ezt a nőktől. Na már, ő pedig válaszol, hogy unatkozom. Elfogyott a pénzem, tudnál adni egy kis pénzt? Megnézek egy filmet, társaságot tarthatsz nekem. Mik ezek a fordítások? Na de nézzük meg vele egy filmet, ugyanis azt ajánlotta a játékunk. És most pedig már megint ugyanez lejátszódhat. Na az mondjuk jó, szóval szerintem hagyjuk is itt, és aludjunk, ugyanis a játék azt írja ott nekünk. De hol van az ágyunk? Ja, hogy errefele van nekünk egy lépcső. Pörögjön is akkor az alvás, az asszony pedig maradjon csak ott a kanapén. Hoppá, hoppá, gyorsan pereg is az idő, reggel 9 is van. Mit csináltok? Ja, hogy a 42 000 dolcsit nem most kerestük meg, hanem azt találtuk a táskában. Hát meglepődtem volna,
hogyha egy nap alatt 42.000 dollárt megkeresünk. Na de új nap, új kihívások, új feladatok. Szóval induljunk is, mondjuk most egy drágább környékre, méghozzá ide. Ugyanis érzem, hogy itt egy jó vételt fogunk csinálni. Csak kérlek szépen ne az legyen, hogy megint valami brutálisan durva történetű házat vegyünk. Na, ez is bérleti jog, vagy ez pedig már tulajdonjog? De mi? 24.000 dollár egy hónapra? Nézzünk valami olcsóbb házat. Hát, ha abból már pénzt is fogunk tudni keresni. De nézzünk rá amúgy a hirdetésünkre, hogy történt-e ott valami. Ugyanis jó lenne, hogyha abból bejönne egy kis pénzecske. Hát senki sem vette ki, de fotót sem töltöttünk fel. Lehetséges, hogy az itt a baj. De nem is tudtunk volna, mivel fényképezni. Még nem látom hát teljesen a játékot. És vannak ám itt bajok bőven. Na de, te csak sokkal olcsóbban fogod adni ezt a házat, ugye? 8200 dollár. Ingatlan közvetítőt keresek a házamhoz, az ár egy hónapra csak 8200 dollár. Hát de értelmetlen ez, tesó! Az ár egy kicsit magasnak tűnik. Ja, hogy mi hosszú távú kiadásra vagyunk ingatlan közvetítők? És lehetséges, hogy mi kivesszük, majd kiadjuk másnak? Nagyon fura, hogy nekünk kell ezt megfizetni, és mivel ilyen béna a fordítás, nem teljesen értem még, hogy mégis mi a bizniszünk, de hamarosan rá fogunk jönni. Ez az ár egy kicsit magasnak tűnik. Mondjuk neki azt, 8200-at mondott, én pedig bemondok egy pofátlan 3500-at. Na? Nem lehetséges, többet kellene adnunk. Jó, mondjunk akkor 4500-öt, ez az utolsó ajánlatunk. Amúgy nem. Mi? Belemegy? Nem megy bele, akkor 5500. Hát de figyeljetek, 8200-t mondott, és 100 négyzetméteres az ingatlan, illetve 1 plusz 1 szoba, és ezt sem fogadod el? Legyen akkor az új ajánlatunk 6500. Ez már nem az ingatlanról szól. Jó, elfogadta az ajánlatunkat, szuper. Nézzük is meg akkor, hogy mégis pontosan mit vettünk. Hát persze, hogy megint egy bűntény helyszínét. Hát figyeljetek, végül is az ilyen ingatlanokban van a nagy pénz, gyorsan felújítjuk, majd pedig már ki is adjuk. Nézzétek meg, ahogy megölöm a bogarakat. Bizony a házunk bérleti díja csak folyamatosan megy felfelé és felfelé, mert 917 és 1121 dollár között tudnám kiadni havonta. De ez nekünk még kevés, szóval ezt a vérfoltot is letörlöm innen a falról. Jobb lesz ám ez az otthon, mint újkorában, de fúj! Miket csinálhattak itt? Rá kéne amúgy jönnünk arra, hogy hogyan tudnánk bebútorozni a házakat, ugyanis szerintem az a probléma, meg jó lenne profin körbefotózni, ugyanis akkor tuti, hogy sokkal drágábban fogjuk tudni kiadni. Hát pörögnie kell ám itt a profit maximalizálásnak. Sziasztok furán sétáló tagok, nem érdekel titeket egy ház? Mit nézel? Mi újság a városban? Nem érdekelnek ezek a dolgok. Mennyire jó fejt mindenki, nem? Na de, téged nem érdekel egy kiadó lakás? Mit nézel? Beledek is intézkedik. Mi újság a városban? De fú, hát itt nagyon NPC mindenki. De kajakra, nem tudom, hogy hogyan tudunk hirdetni, illetve azt sem, hogy hogyan tudjuk berendezni az ingatlant, mivel a játék semmit sem mond nekünk. Jó, most már legalább működik a térképünk. Itt vagyunk mi, illetve ha ide jövünk az otthonunkhoz, szerintem arra fele lehet vásárolni különböző dolgokat, de majd busszal fogom idehozni őket, vagy mizu? Vagy pedig meg lehet akkor rendelni ide? Hát bízunk abban, hogy meg lehet. Na de itt is van akkor a busz megálló, szóval menjünk is hazafele. Még hozzá erre. Na de kaptunk egy levelet, amelyet nem tudom, hogy hogyan tudunk megnézni. Annyira szuper ez a játék, hogy tájékoztat minket, nem? Hogy mindjárt kiderül, tudjátok, hogy én végig buszozgatok, de ezt a kocsinga tudjuk használni.
De ne csináld már, hogy most mondod, te szemétjáték! Hát van autónk! Én pedig végig buszozok! Hát azt mondtad nekem, hogy a buszt használjam! Jó? Nagyon is ott vannak. Ilyen lerakodó helyek. De errefele van a bolt, szóval szerintem itt fogunk tudni bevásárolni. És akkor majd... Na! Nem működik a fékünk. Szépen itt le is parkolok. És telerakjuk ám a kocsit, és berendezzük a lakásainkat. Hát, ha akkor végre ki fogja valaki venni őket. Szia, szépség! Ó, Anna! Szeretnék új bútorokat vásárolni, hát végre megérkeztünk! Csupán 40 perc kellett hozzá. Na, veszünk akkor egy széket, egy asztalt, egy lámpát, egy fotelt, még egy széket, egy komódot. Valami olyasmi volt a sztori, hogy kéne ám nekünk 1000 dolcsi egy ágy, szóval kéne ám nekünk valami 20 cucc egy házba, aztán lehetséges, hogy az a maximum, és egyáltalán nem kellett volna itt túltolni, de hát mi intézkedtünk, tudjátok, hogy milyen vagyok. Jó, de most akkor valahogy fel is kéne pakolnunk, nem? Aha, oké. Itt van nekünk minden, így kidobva, amiket vásároltam. Haver! Mi történt azzal az asztallal? Hát az előbb helyeztem volna ide. És nem mondjátok azt létsz, hogy mivel túlságosan sok mindent vásároltam, ezért nem fognak elférni, jó? Szuper! Bam! De tesó! Felidegesít ez a játék! Túl kicsi a teherautónk, és nem fér rá semmi. Hát de hogyan rendezzem be akkor a lakásokat? Nem tetszik ez a játék. Nagyon nem tetszik. Jó? Nem maradott semmi. Ja! Na várjatok csak. Itt a nyitott raktár. Na így azért már sokkal jobban tetszik. Egyszerre 10 cuccot tudok felpakolni. Szerintem én amúgy többet vettem, vagy pont nem. Hát kicentisztük, kérem szépen. Még ezt a kis lámpát elrakom, és akkor itt is van ám az összes cuccunk. Hát elfért minden. De nem igaz, hogy nem tudta volna hamarabb mondani ezt a játék. Hát kiidegel már teljesen. Meg is érkeztünk akkor a lakásunkhoz, ha minden igaz. Bocs! Lehetséges, hogy már kevesebbet ér. De nem akartam visszaszállni! Szállj már ki, kérlek szépen! Jó! És akkor most vigyük be a cuccokat. Itt is van már nálam az ágy, erről van szó. Meg is tudjuk forgatni. Itt is van a tökéletes helye. 945 dollártól 1155 a bérleti értékünk. Most pedig már hogy megugrott? Kajakra akkor 20 darab cuccot egy ingatlanba el kell helyezni, és csak akkor fogjuk tudni kiadni. Hát van ám itt meló bőven. És meg kell ám itt dolgozni az ingatlanos pénzeinkért, szuper. Ezt a szekrényt pedig ide helyezem, hát a végén majd 2500 dolcsi per hóért lesz ám ez kiadva. A kanapénak legyen mondjuk itt a helye, és akkor nézhetjük a gyönyörű kilátást méghozzá a szomszéd telket, amelyet nem adtak el. Micsoda panoráma! Majd a hirdetésbe én bele fogom írni, hogy panorámás ingatlan, ne vicceljetek. Ez pedig legyen mondjuk itt, nagyszerű. Ki érkezett ide a kocsival? Lehetséges, hogy valaki már ki akarja venni? Hát nagyon remélem, vagy csak bénán parkoltam és nem fér el mellettem. De csak nem. Hát hatalmas hely van ott még. Ezt az asztalkát pedig rakjuk mondjuk ide. Jó. Miért mászkálnak a környéken bikiniben a hölgyek? Hát ezért felárat kell majd fizetni a bérleti díjba. Már nem azért. Most látlak először én is téged, Noémi. Ingatlan ügynök vagyok errefelé. Nagyon tetszik a város.
De kajakra, ennyit tudok csak beszélni az összes karakterrel. Haj, kajakra, ez egy rage game már. Próbálok azért higgadt maradni, de úgy, hogy lassan egy órája játszok a játékkal, és szinte még mindig semmi nem derült ki, és csak folyamatosan szivat engem, úgy azért valljuk be, eléggé nehéz, miért vettem 4 különböző széket. Várjatok csak, a tablettünk segítségével fotózzuk is be, legyenek ám itt tágas terek. Jó, megvan az első fotónk, legyen ez pedig a másik fotónk, szuper. És hát, ha akkor végre valaki ki fogja venni ezt az ingatlant, ugyanis már igazán kereshették valami kis pénzeskét is, tudjátok. Nézzük is meg akkor az ingatlannak az oldalát, nem ez a lakás az, hanem szerintem ez a lakás. Fú, de sötét képek vannak itt, ezeket készítettük, hát nagyon is kellett volna a vaku. De mindegy is, ne haragudjatok, de nekem ebből a játékból mostanra már bőven elég volt, pedig most kezdtem csupán ráérezni, a kezdeti bénázás ellenére már nagyjából átláttam, hogy mégis mit kell csinálni, de még azért bőven van hova fejlődni. Hogyha netalán bejött nektek ez a videó, és szeretnétek ebből az egész játékból folytatást, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Én köszönöm szépen a figyelmet, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!